A legnagyobb hargitai sportoló kétségtelenül a Gyergyószentmiklóson született Molnár Endre vízilabda kapus. Ő világversenyen összesen 9 érmet nyert. 1945. július 23-án a gyergyószentmiklósi Arany János utca 16-os számú házban született. Ám amikor kiderült, hogy a második bécsi döntés határait ismét eltolja a történelem, a szülei úgy döntöttek, hogy Budapestre telepednek le. 1960-ban 15 évesen a budapesti építők csapatában kezdett vízilabdázni. Nagyon sok sportágat végigcsináltam, fotball, kézilabda, vívás, úszás, azt nem nagyon szerettem, birkózás, stb. Szóval elég sok sportágat végigpróbálgattam, és amikor az úszodába lekerültem másodszorra, mint úszó, akkor egy nagyon jó társaságba keveredtem, nagyon rendes edző keze alá, és itt ragadtam. És ez már úgy hozta magával, hogy akkor álljál be kapuba, mert úszni úgyse nagyon tudsz, meg nem szeretsz, meg elég hosszú a kezed, próbáljuk ki a kapuba is. Amikor a kapuba már volt sikerélmény, tehát nem csak eltaláltak engem a labdával, hanem néha én is bele tudtam érni, akkor pedig már magától ment tovább a dolog. 1966-ban a budapesti Spartacus sportolója lesz, tehetségére hamar felfigyelnek a válogatott irányítói is. És bár nem a fővárosi Sztárolt együttes tagja, 15 évig helye megkérdőjelezhetetlen lesz a válogatottnál. Az ugyancsak erdélyi Jenei László és Boros Ottó klasszis hálóőröket kellett helyettesítenie. Amikor a válogatott egyes sapkagazdájaként első ízben szállt vízbe, még Kárpáti György és Rusorán Péter voltak a csapattársak. 1980-ban Szívóssal és Faragóval vonult vissza. Válogatottként 189 alkalommal védte a magyar kaput. Olimpia, világ és Európa bajnok. 4 olimpián 4 érmet szerzett. 1968-ban Mexikóvárosban még be kellett írnie a bronzzal. Rá 4 évre Münchenben egy román bíró Mörkulescu fosztotta meg az aranyéremtől, Montrealban már a bírók sem állhattak az arany útjába. Itt a válogatott legemlékezetesebb mérkőzése az olaszok elleni csata volt, és bár Faragó 4 találata sokat nyomott a latba a győzelemnél, mindenki elismerte, hogy 4-2-es és 4-3-as olasz vezetésnél 3 Molnár bravúr nélkül nem lett volna meg az olimpiai bajnoki cím. Jó formát hozott a csapat, egész társaság, és az egymást is magával, egyik a másikát magával ragadja a teljesítmények, és minden mérkőzésen volt 2-3 játékos, aki még magán fölül is teljesített, a saját tudásán fölül teljesített. Ez a 76-os csapat, ez már 72-ben is olimpiai bajnok esélyes volt, de szerintem már abban a csapatban is benne volt az olimpiai bajnokság. Így 1976-ban egy Székelyföldről indult sportoló harmadízben állhatott az ötkarikás dobogó legmagasabb fokára. Szívos István, Molnár Endre. Sokszor emlékezem arra, hogy milyen érzés volt a dobogon állni, és hogy sírt az egész csapat végül is, mert egy olyan periódus szakadt meg akkor 76-ban, egy hosszú-hosszú éves 64 után végül is ez a válogatott már megérdemelte volna az olimpiai bajnokságot, de nem tudott nyerni, úgyhogy 76-ban sikerült. Az ötkarikás aranynak jó előhírnökei voltak az 1973-as belgrádi világbajnoki és az 1974-es bécsi Európa-bajnoki címek. Az egy EB bronzot kivéve minden olimpiai világ és Európa-bajnoki érme van. Teljesítményét 2006-ban szülővárosa is jutalmazta, a városvezetés Pro Urbe címet adott a nagyszerű sportolónak.